Szerúsztok, jó estét kívánok mindenkinek! Jeles nap ez a Szellemkép című műsor. Történetében ugyanis kereken az 50. adását láthatjátok ennek a sorozatnak, vagyis ez egy Jubileumi adás. Az időtartamát tekintve több mint egy év telt el, ugye a heti rendszerességgel zajlik, de hát ugye vannak rövid nyári szünetek, karácsonyi szünetek, és előfordul, hogy valami Viszmajor okán, mondjuk éppen egy új könyvemet írom, vidéken előfordulnak időnként, tényleg időnként ismétlések is, no de ami a lényeg? A lényeg 50. adás, 49 filmet elemeztem eddig szellemképpen, és ha valaki esetleg most kapcsolódik be, először mondanám neki, hogy alapvetően spirituális szempontok szerint, amit kiegészítek szűkebb szakmám tanulságai van, egyrészt ugye a tudatkutatással, a tudományos parapszichológiával, és azzal a törekvéssel, hogy a filmekben lévő lehetséges valóságtartalmakat, hát egyfajta szintézisbe hozva mutassam be. Paulini Tamás vagyok egyébként, és több mint 30 éve foglalkozom. Tudatkutatásnak egy olyan ágával, amit még pillanatnyilag a hivatalosnak mondható tudomány, nem nagyon fogad el, pedig valódi tényeket vizsgálunk, ilyenek például az érzékszerveken túli észlelések, vagy az, hogy a tudatunk a pszichénk tartalmai hagynak a környezetünk véletlen folyamataira, na hát már ebből sejlik, hogy igenis létezik egy varázserő, létezik egy szemnek és műszereknek láthatatlan titkos világ, ami persze vallásos köntösben, vagy a mitológiában, vagy a misztikában, vagy az ezotériában, vagy a metafizikában, hát több ezer éve ismert. Ugyanezt a célt követjük a 27 éve működő szintézis szabad egyetemen, amit van szerencsém kezdetektől szakmai igazgatóként vezetni, vagyis azt, hogy a mai ember világképébe, hogy lehet egészségesen összeilleszteni több száz vagy akár több ezer éves önismereti tanulságokat, spirituális lényegeket a mai alternatív lélektannal. No, hát azért ez mondjuk nem egy ilyen szárazan komoly műsor, ahol mindenféle statisztikákat emlegetnék. Volt itt már minden a repertoárban az elmúlt 49 részben, időnként, és most azért engedem ilyen hosszúra a bevezetőt, mert az 50. adás zajlik, tehát visszatérve a gondolat folyamra, öm, halállal, túlvilággal, médiumitással, de ugyanúgy mondjuk mély lételméleti filozófiákkal kapcsolatos filmek csak úgy szerepeltek, mint időnként a science fiction birodalmából. A lényeg, hogy benne legyen a lélek, a spiritus, a spirit, a spiritualitás, és hogyha nagyon szigorúak vagyunk, azt kell mondjam, hogy mindenben, ami emberi, benne van, benne kell legyen a lélek. Sokat tűnődtünk azon, hogy mit válaszunk 50-re, és hát végül egy döntés született, hogy a mai napon egy ilyen világhelyzetet szeretnénk bemutatni, mégpedig a Ne Nézz Fel című műsor apropóján. Ez a mai elemzésemnek a témája és hozzáteszem, hogy a szokott műsorrend szerint az első fél órát, tehát kb. fél nyolctól kezdettől, olyan nyolc óráig, részint a film bemutatásának szentel, én nagyon remélem, hogy többen láttátok, vagy ha nem esetleg kedvet kaptok hozzá, illetve még mindig az első fél órába tartozik az, hogy igyekszem egy-két olyan labdát feldobni, Ennél a filmnél nem a túlvilág lesz a lényeg, nem a paranormális képességek, de mégis olyan témát, amire reflektálni tudtok. Kérdéseket tudtok írni, hozzászólásokat technikailag rém egyszerű módon. Ugye a chat sávba hozzászólásokra van. Beírjátok és kedves kollégámtól, technikus kollégámtól ezt megkapom, és igyekszem a legjobb képességeim szerint válaszokat adni. Gyakran előfordul az is, ebben a sorozatban, hogy hozzászólók egymásnak is válaszolnak. Ez igazán remek. Így valamennyire ez az élő műsor legalábbis szerda esténként interaktívá is válhat. No, nézzük a legelső képet, egy csoport képet, tulajdonképpen mindenki felfelé néz. A filmnek a főbb szereplőit láthatjuk rajta. Kezdjük ugye tán a legismertebben Leonardo Di Caprioval. Tán azért is a rokonszáros ez a film, nekem, mert többen említették, hogy dicaprio ez a hajviselete, szakálla, szemüvege és annyi minden picit hasonlóvá teszi hozzám. Na, hát szerényebb úgy, hogy én egy picit hasonló leszek hozzá ebben a szerepében. Mellette láthatjuk a másik főszereplőt, nevekkel kapcsolatban puskáznom kell, aki nem más, mint Jennifer Lawrence, az ifjú hölgy elől, rendezői balon, mögötte a hölgy mögött pedig, igen, nem tévedünk, Mary streep látjuk, hát ez egy ilyen, ilyen színésztárokból álló gárdan, és még egy ismert szereplőt említenék, pedig a két aki a harmadik hölgy a képen, többiekre majd még visszatérek. A film születésével kapcsolatban annyit, hogy ugyan egy gyakorlatilag a 2019-es COVID-járvány idején kezdték forgatni, aztán éppen emiatt a pandémia, pandémia és a járvány mégis 2021-ben tudták bemutatni, mégsem elsősorban a COVID-ra reagál. Amikor ez a film megjelent, ugye 2021-ben, nagyon sokaknak idézte fel a Covid sajátos rettenetekkel teli, misztikus, mennyire van, mennyire nincs, mi az összeesküvés, mi a túlzás, pró vagy kontra hangulatait. Valójában a klímaváltozásra szerettek volna egy olyan filmet készíteni, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy mekkora felelősség van rajtunk és, és milyen katasztrófák felé rohanhatunk, No, lépjünk tovább, hogy idő legyen majd az elemzése és a csevegése is. Úgyhogy én már most mondom nektek, menet közben, amíg a filmről beszélek, nyugodtan írjatok be kérdéseket, hozzászólásokat. Szeretném, ha ma ilyen beszédesebb lenne ez a műsor, 50. adásról van ugyanis szó. Következő képre térjünk át, és gyakorlatilag ezzel a jelenettel kezdődik a film. Itt láthatjuk a két első sorban és első körben bemutatott főszereplőt. Mind a ketten csillagászt játszanak ebben a filmben. Az ifjú hölgyet filmben két Dibieszkinak hívják, őt testesíti meg ugye a színészként Jennifer Lawrence, aki a Michigani Állami Egyetem csillagász hallgatóját játsza, és felfedez egy ismeretlen üstököst valahol távol, nagyon messzire tőlünk kép, csak készelni lehet, és hát ez egy nagy dolog, mert műstökösök nem minden nap potyognak le ugye a szilva vagy az alma de még az ismert univerzumból sem, Úgyhogy az ő professzora, a dr. Rendel Mindy, Leonardo DiCaprio, aki elkezdi vizsgálni ezt a felfedezést, épp ezt láthatjuk a képen, ott a monitoron az egymás utáni pontok azt jelentik, hogy igen, ott egy üstökös, ami közeleg. Maradjunk még a képnél. <coughs> Ugye, és ez az üstökös, igen, jelentős üstökös a csillagászat történetében. Tudjátok, a kozmoszban azért a gravitáció, a sebességek, a tömegek, az egyebek jól meghatározható newtoni egységeket jelentenek, magyarul könnyen számíthatóak. És amikor elkezdik számítani azt, hogy ez az üstökös milyen pályán közeleg egy külső ork övből naprendszer széle felől, akkor kiderül, hogy bizony valami földközeli pályán fog elhaladni, majd amikor jobban megvizsgálják az adatokat, kiderül, hogy lesz egy pont, amit úgy vagyunk, hogy nulla, 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 nulla távolságra lesz a föld, vagyis telibe találja. A másik, hogy nem egy kis pályás Tökös van szó, nagy a szó minden értelmében. Ebben a filmben olyan 6-9 kilométerre becsülik az átmérőjét. Hát tudni kell, hogy 65 millió évvel ezelőtt is járt nálunk egy hasonló szép nagy aszteroida. Ez okozta többek között a dinoszauruszok kihalását, a tömeges kihalást. Hát azt is olyan 10 kilométer körülre becsülték, magyarul, mint a Himalája. Ezért mondjuk, amikor a Himalája, így előttünk van képés, el, el, elképzeljük, hogy telibe találja a földet, hát ez, nem játék. Bolygó gyilkosnak hívják. Magyarul, hogyha ez a bizonyos üstökös, amit az ifjú hölgyről neveztek el, Dibiaszki üstökösnek, hat hónap, és nem is tudom, két hét múlva telibe kapja a földet, akkor szinte biztos, hogy a teljes bioszféra elpusztul. Most ne firtassuk, hogy mi kép. Végzetes cunami, kilökődések, tűzözön, vízözön, minden, ami belefér. És hát olyan fura beleképzelni, egy csillagász így világosan, szakmailag, élesen látva, tisztába kerül azzal, hogy na, bizony, itt a vég. Nem nagyon tudunk kellene mit tenni. Hát mit csinál egy értelmes csillagász, egy, egy értelmes ember, és akkor most jöhet a harmadik kép ahol a fehér ház ovális irodáját látjuk. Villám gyorsan megerősítve egy-két kollega szakvéleményével, hogy de ez bizony nem játék, ez tényleg így van. Elmennek, amerikai filmről van szó ugyanis, hát hova mennének a fehér házba az elnökhöz jelentést tenni, hogy elég nagy a baj, finoman fogalmazva. Eden McKay rendezte egyébként a filmet, hogyha megtartunk, hogy amerikai film, és 2021-ben készült. Ő írta a forgatókönyvet, az ő futott össze minden szel, de most térjünk vissza a filmhez, és láthatjuk a fehér az irodáját, ahol az elnök asszony, Mary Streep által megtestesítve, hallgatja a mi csillagászunkat és a doktorandusz kolléganőjét, és ott van velük egy, egy színes bőrű csillagász is, én most ezen kisképpen nem látom, de valahol ott kéne lennie akit a filmben Teddy Agatortnak hívnak, és Rob Morgan alakítja őt, és hát potrányosan megvárakoztatják a társaságot. Ó, semmi másról nincs szó, csak a világ végéről. Egész éjszaka ülnek a váróterembe. Miközben Ben, Piszli, Czárét dolgokról folyik a szó. Mi is ez a film? Igazából vígjáték? Hát nem nevezném igazán vígjátéknak. Szatíra, tragikomédia az emberi viselkedésnek nem is annyira abszurd vagy görbe tükre. Lényeg az, hogy magasról, hogy mondjam, kedves csillagászokat úgy, úgy nem veszik komolyan. Aztán, amikor végül bekerülnek, akkor egy ilyen szintén komédiába illő jelenet következik. Hát miért? Há mennyire biztos? Hát csak 97, nem tudom, 8, 10, vagy 99, 7. Na, ugye, hogy nem, 100 000 nagyobb gondja is, vagy bocs, kisebb gondja is nagyobb, ami elnök elnökasszonyunknak, akit <coughs> Janie Orlennek hívnak, ő az, akit Mary Paul, akit ugyanis épp valamilyen választás ilyen olyan dolgokkal foglalkozik, most mi mit számít, hogy rúg labdába egy-egy ami elpusztítja a földet. A lényeg az, hogy finoman elutasítják őket, türelem menjenek utána, várakozzanak, ez most nem aktuális, így, nincs rá idő, és hát akkor ugye mit csinálnának, megpróbálják a köztudatba bevinni, médián, egy népszerű televíziós műsoron keresztül, és a harmadik képről most ugorhatunk át a negyedik képre, ami már maga a stúdió beszélget, és nem kisebb komédiának tekintetjük ezt, mint a fehérházi bejelentést, és higgyétek el, hogy ezeknek van valóság alapja, stúdióbeszélgetés szintjének, szintalati szintjének mindenképpen. Előttük van egy, egy kis popstár csillagnőcike, egy olyan, ilyen-olyan semmilyen, vagy talán olyan, akivel háromszor annyit foglalkoznak, elvált a barátjától, Istenem, ismerjük ezt a celeb dráma világon, és most megbocsátanak, és utána ugye szerényen beül, ami csillagászunk, és a doktorandusza, és egyszer nem hagyják szóhoz jutni őket. Vagy ha igen, hát Istenem, hát most miért kell ebbe akkora nagy etvász csinálni, hát ez az egész azért mégiscsak, és látszik, és az egész film erről szól, hogy az emberiség magasabb szinteken is képes őrültként viselkedni, a szokásait, az üzleti elvárásokat, a sémáit követve, a semmit mondó porhintésekre helyezve a hangsúlyt. Na hát itt is ugye <kül> kiderül, hogy nem annyira jön be a hír, és, és onnantól kezdve a kipattannak a mindenféle gúnyos internetes cirkáló hozzászólások, és a Kisasszony, ami két dibiász king, elszakad nála a cérna, és hisztizik a tévében, és kiszalad, és erre egyezik ki, hogy egy őrült, egy hülye, egy így az úgy, a professzor, ugye, ami Leonardo DiCaprio, az az próbál illedelmesebben viselni, viselkedni, bocsánat. Nem viszont, jön egy különös változás, pedig az, hogy szexbotrányba keveredik az elnöknő, Amerika elnöke, elnöknője, ha egy jobban tetszik, egy serif fel valahogy. Összeszűrte a levet, és ilyen szexképek kerültek ki. Mire mi az egyetlen értelmes lépés? Elterelni a figyelmet, ehhez pedig prima alkalom, na hol is az az üstökös, melyik zsebünkbe tettük. És miután ez egy, egy megerősítő pozíció ebben a politikai piramis csúcsban, hát benyomják nagyba a köztudatba, hogy jön, jön, jön az istenkös, de, és itt jön a de, jön egy különös figura, akit most majd az ötös számunk képen láthatunk, a filmbéli neve Peter Isherwell, így mondják a filmben, Mark Rylance játsza, és egy érdekes keveréke sok ismerős arcnak. Nagy pénzű világ leggazdagabb emberei közé tartozó számítástechnikai fejlesztőket képzeljetek el. Egy-két tippet adok, például hát, mint Bill Gates, ugye, vagy, vagy, vagy mit mondjak a mai világból, Elon Musk például aki független támogatója a kormánynak, nevezzük mondjuk talán a világ leggazdagabb emberének, és oda csap az asztalra, maga kis furcsa allűrjeivel mindent megtehet, végülis fő támogató és közli, hogy menni fog a dolog, hát van egy ilyen csillagászati elképzelés egyébként, el kell trafálni ugye a közelgő aszteroidát, és darabokra robbantani. De lehet jó messze a földtől, jó messze. és nem nyerünk sokat ezzel a bombázással. A sebességét, a vektorát és a, tömegét nem veszti el, csak elaprózódik. Magyarul egy nagy ágyú jó helyet kapunk egy kartács tüzet. Jó, ebben a filmben ez igazából úgy van tálalva, hogy még jó messze van ahhoz, hogy hát majd szétlövik, és akkor szétspriccel, és akkor megússzuk a kihalást, a föld bolygó mehet tovább a maga útján. Na hát neki is állnak az elnök, azt mondja, gyorsan megszervező, valamit, nagy csatahajón, nem tudom, másik világháborús relikvián tartja a beszédet, választanak egy amerikai harcost, egy ilyen veteránt, egy ilyen drabálarcút, azt hiszem, ő játszott a pokolfajzatban a főszerepet, itt egy ilyen nagyszájú, amerikai hős testesít meg. Pontosan levezet, hogy mi kell a népnek, nem az, hogy mi a reális igény egy ilyen akcióhoz. <laughs> hogy szervezzük meg a cirkuszt, hogyha meg kenyér nincsen, láttunk már egy-két ilyen dolgot itt ott. <laughs> El is indul, és mindenki örül, megnyugszik a mi kétünk, aki egyébként elég ilyen, hogy mondjam, bipoláris módon vagy inkább neurotikus módon viselkedik, és hát ugye kezd kimenni a biztosíték a, a, professzornál is, mindig professzornál, de végre megtörtént a döntés, most felejtsük el, hogy miért, meg egyébként kinek használ. Kilövik egy ilyen űrsiklón, azt az emberkét, aki megy, mint hős, meghalni vagy nem meghalni, és mellette még egy sereg atomrakétát irány az üstökös. Valahol még jó messze jár, mondjuk nem tudom, a Jupiter környékén, vagy a Mars környékén, ez tényleg messze van. Aztán egy fantasztikus lépés a filmben. Egész világ többsol, nézi a megmentő akciót. Mire látó távolságon belül még a légkörbe megfordulnak a rakétek, visszajönnek és leszállnak. Most mi történt? Hát mi történt volna az úri ember, akit ha minden igazán mindig látunk, a képen most levehetjük egy kicsit bennem kell gyönyörködni, te leszek a dublőrje Leonardo DiCaprio-nak, megpróbálok ilyen csillagász tekintettel nézni rátok. Az történt, hogy kiszámolták, hogy azért nem biztos, hogy olyan rossz nekünk ez az üstökös, mert nagyon ügyesen robbangatjuk szét, nagyon pici darabokra, majd jól a csendes óceánba zuhan, akkor elképesztő értékű nyersanyagot tudunk lehalászni belőle csupa olyat, nemes filmeket, ritka filmeket, ami a, a számítógépekhez és a mobiltelefonokhoz nélkülözhetetlen. Ugyan van belőle itthon a földön, de jó részt ilyen kínai érdek területeken bányásszák. Magyarul mi történt? Igen, szatíra. Tényleg szatíra. Ezt én nem hiszem, hogy megtörténne, de még ezt is kinézem az érdekes fajunkból, belőlünk emberekből leszállítják a összes rakétát, mint említettem, és jön a meggyőző akció, hogy tulajdonképpen az üstökös jó, az üstökös munkahelyeket teremt, az üstökös pénzt hoz a gazdaságnak, és megszűnik az éhezésnek. Ezt is ismerjük. Tehát itt a politika, a nagy politika, a kis politika, a befolyásolhatóság, az emberi butaság van alá véve ebbe belerángatják, ami Leonardo Di Caprionkat, bocsánat, dr. Rendel mindit, aki hát jobb hiány, mert valahogy csak ki kéne lőni ezt az egy darabba közelgő, közel 10 kilométeres üstököst, mellé áll a projektnek, és tegyük hozzá, hogy ebbe a filmben ismeretlen csillagászból egy ilyen TV-sztár csillagás lesz. Ugye maga módján egy furcsán, de mégis sármosan jó képű ember láttuk őt már a Titanicba, már mint konkrétan ugye Leonardo dicaprio -t. És, és, úgy kezd becsavarodni ebbe az ismertségbe. Kisebb lázadások után úgy, úgy kezd így, 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 így domesztikálódni a politikához, ilyen háziasodni. Ráadásul kiveti rá a hálóját a, a tévé riporternő, ugye mi Oszkárdias kétblánsettünk, aki abban az idétlen tévéműsorban beszélgetett vagy beszélgetett volna velük, úgyhogy kezdje ezt az örvénybe húzni. Kétet, a Dr. Andusz lányt, ugye eltávolították a képből, gyakorlatilag összeveszik a fekete bőrű csillagász kollégájával, Teddivel, és, és, egy utolsó reményel beáll a sorba. Tudni kell egyébként a filmben egy tisztes családapát játszik, két peglet szakállas ráccal, egy joviális, jóindulatú feleséggel, aki ráadásul egy Granti találkozik velük, meg jön a riporter nővel, és akkor ott várja őket a szobába. És gyakorlatilag mindentől elvágja magát, ami emberünk, ami rendel, mindig professzorunk. Na hát, mi történik most? Fűtve van a világ sokféle fajta módon. Jön az üstökös, meneküljünk, de hova? Nem is jön az üstökös, nincs üstökös, ez csak összeesküvés, komoly emberek, interjúban, riportokban, államférfiak vetik fel a kérdést, hogy ez az, ami nemzetközi, nem tudom, cionista, imperialista, tiszapista, kommunista, összeesküvés, ismerős, ugye, azért benne van itt a Covid is rendesen, meg minden, az ózonjuk, a klímaváltozás, a jéghegyek oldvadása, egy, egy, egy olyan megosztást teremtenek, társadalomban hogy gyakorlatilag ilyen, ilyen szektársodik az egész, az egyik az, hogy néz fel, nagy baj van, néz fel, jön az üstökös. De az üstökös lassan láthatóvá válik az éjszakai égbolt, és egyre nagyobb lesz, miután közeledik hozzánk. Másik mozgalom, amit ugye a főnök szony, amerikai elnöknő képvisel, hogy ne néz fel, ne hallgass rájuk, ne néz fel. Nem így van a dolog, mi szétrobbantjuk, nincs semmi baj. Egy ilyen kétségbeesett haláltánc, azzal a reménnyel, hogy ez a kabzsi kapitalista ötlet, amit ugye az előbb ez a bizonyos úriember a filmben iservel felvázolt, majd meg az egészet emészthetővé teszi, de nem. Olyannyira nem, hogy amikor megpróbálják a, a kilövését, szétdarabolását, üzletileg használható méretekre való darabolását, Hát kudarcba fullad az egész, összeomlik a rendszer, nem indulnak be azok a szondák, aminek rá kellett volna tapadni, vagy rátapad, de lejön, meg ott a felületen összeütköznek. A lényeg az, hogy puff, katasztrófa. Itt történik megint egy érdekes dolog, amit el tudok képzelni. Egyébként volt egy film, ugye a 2012-es Világvégével kapcsolatban, azt hiszem, nem, nem, tudom megmondani nektek, ki volt a főszereplő. Az volt a lényeg, hogy a világ, a, mai a jóslat, a szerint, stb. elkezdett darabokra hullani, kitört az összes vulkán, földrengés, megnyílt a föld, városok tűntek el. És hát így a krémia az elitje meglógott, mint egy Noé bárkán, ilyen hatalmas tengerjárókon, ilyen, ilyen atombiztos tengerjárókon, a, a, társadalmaknak beleért az angol királynőt, a pápát, a mitő nyilván az amerikai elnököt, meg egyebeken, ki volt bérelve már a helyük, nem most tessék, mivel a bunkerekkel a háború idején, ki, kim fog kormányozni a kormány. Ebben a filmben ez úgy zajlik, hogy ki a mi emberünk az Isservel, és az amerikai elnöknek és kiderül, hogy rejtegettek egy ilyen csillagközi nagy űrajot, ami be van célozva egy földszerű bolygóra, oda elviszi a kiválasztottakat, tudom én, 2000 embert, többiek meg ódják meg maguknak a világ végét, tehát hogy is eltalálja a földet, ez az is most már, már legalább nem lesz gond. Itt aztán kiábrándul az egészből, már előtte a mi főszereplőnk, dr. Rendel, és egyébként John Cusack, most kaptam a hírt a 2012-es filmnek a főszereplője. Köszönöm a segítséget, van itt nekem egy súgógép kollégám. Kezeli, hogy úgy mondjam. Na tehát, világosá válik, hogy ennyi. Meg egy frutti, vagy hogy szokták mondani. És a rendel, mindig rendel, a mi főszereplőnk Hirtelen kattan egyet, és azt mondja, hogy a becsületennél mégis többet ér, mint ugye Révér Sándor. És elindul haza, 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 kibékül a lányjal, kéttel, akivel hogy összekülönböztek, mert egy opportunista módon besorolt már, mint a rendel a nagyok közé, és hazamegy, világ utolsó napjai telnek, utolsó napja, ha úgy tetszik. És most egy hatos képet szeretnék kérni, kiüresednek már a boltok, vannak akik imádkoznak, vannak akik táncolnak, vannak akik bambán nézik az eget, vannak akik lefekszenek a földre és sírnak, ők pedig elindulnak haza, és ennek van egy ilyen pilinszkis mélysége ennek a haza című szónak. Megy a feleségéhez ez egy virágcsokorral, igazi szívemén lévő megbánással. És miután mindjárt lejár a fél órám, nem is időzők sokat a filmen, megérkeznek, és már süvít a légkörben gyakorlatilag, mert majdnem itt van. És csinálnak egy vacsorát, egy utolsó vacsorát, és most jön a hetes kép, ahol leülnek, és azt mondják, hogy mit tehetünk, ti mit tennétek komolyan, erős beszélgethetünk, majd tudnátok, hogy ez az utolsó napotok. Pánikba lehet esni, tombolni lehet, agresszívnak lehet lenni dabzsolni lehet mindent, vagy egy családi vacsorán összegyűlni, és azt mondani, gyerekek, ennyi volt. És valahogy visszahozni a normalitást az abnormalitásban. Puff, elkezdek remegni a tányérok, a poharak, aztán túrrel találja a földet. Na, ilyen katasztrófa is ritkán van. Tudjátok, a végén illik megmenteni a földet, valakinek, csak Norrisnak, nem tudom, valakinek mindenképp meg kell menteni. Itt ez nem történik, mert telibe kapja a földet az üstökös, repkednek kalimpálva szét a stratoszférába, mobiltelefonok, Ilyen olyan dolgok meglehetősen mély, tényleg ilyen, ilyen keserű, szatirikus tartalom, és tudjuk, hogy ennyi volt és jön a vége főcím, és mindenki azt hiszi, hogy vége van. Megy a vége főcím, egy két percig, jó hosszú film volt, két és fél órás belefér, és egyszer csak megjelenik, hogy 27 ezer évvel később. Miért ne? Vagy 22 ezer valamennyi évvel később. Kilép a mély űrből az a bizonyos megszökött űrhajó, ahol hibernálva útazott ugye ez a társaság, a gazdagok, mindenféle vállalatvezetők, a politikusok, és megérkezik a, a, a bolygóra. Tudni kell, és ezt még hadd hozzam be, még mindig nincs 8 óra, hogy azért még valamit képvisel az a bizonyos iservel, az a kicsit olyan illommaszkos figura, lehetne még jó pár nevet mellé sorolni. Hogy kidolgoztak egy olyan algoritmust, ami lekövet minden adatot, mindenkiről. Tehát nagy testvér figyel, és olyan pontosan kalkulál, hogy nem csak a várható, vagy szinte biztosan bekövetkező betegségeidet tudják előre, big brotherék, nagy testvérék, hanem a, azt is, hogy hogy fogsz meghalni. Ezt felvették a filmben, és azt mondja az emberünk az iservel, a rendel professzornak, hogy egyedül fog meghalni. És tudjátok, ez a csoda benne, megtörténik a csoda, nem egyedül hal meg. Hozott egy személyes döntést, a abnormalitás legmélyebb pillanatában normálisá tudott válni. Viszont megkérdezi az elnök azt, hogy kis kíváncsi, és én hogy csalok meg? Hát nem biztos, hogy akarom tudni. Na jó, mégis. Hát ha nem tudom, broceratops, vagy mit tudom, mi fogja felfalni, mi hülyeség, melyenek nincsenek. Na most leszállnak a bolygón, kinyílnak a hibernációs tartályok, flagma nyugalommal közé az elnöknek, egész jó arányú a túlélés, csak 43-an haltak meg az ő szekciójából is. Anya szült, mert mesztelenül, mint egy édenbe kigyalogolnak a leszálló egységekből. Zöld, virágos, fantasztikus bolygó, és ilyen kis pálva-szerű, ilyen mini dinoszaurusz forma állatkákot állnak ki hatlábú lények akkor oda megy nagy naivul az elnök asszony, és akkor óvá, rohan egy ilyen izés, felfalja. Na, ennyit az algoritmusról. Nyilván erős túlzás, de azért érdemes elgondolkodni, hogy vajon hány adatunk forog olyan algoritmusok közepette, ami alapból a fogyasztási, vásárlási szokásainkat veszik figyelembe, de emellett egy, egy más dolgot is, valószínűleg az egészségi állapotunk is lejelenthető például a biztosító társaságoknak. Pok, megint vége van a filmnek, megint főcím. Aztán még egy utolsó jelenet, ugyanis a kabinett főnök a fehérbázban, most nem tértem ki sok szereplőre, nem más, mint az elnök elnökasszony fia, akit véletlenül ott felejtettek. És mint utolsó túlélő a földön, kimászik valami poros bunkerből, kiabál, hogy anya, anya, visszajött, tehát anya már javában ugye zúz a csilla kajóján elfele, majd előkapja a mobiltelefonját, és a senkinek bele kiabál, hogy ö, ö, lájkoljatok, és kövessetek, és itt a vége a filmnek. No, hát gyerekek, ez egy két és fél órás film, tehát ezt elfelejtsük el, erről lehetne két és fél órát beszélni, egyszerűen megnézni két és fél órán keresztül. Nekem imponál ez a film szimplán vígjátéknak nem nevezném. Nem, ezen nem lehet minőt nevetni. Valahol mélyen tragikus, olyan, mint általában sok tekintetben a bolygónk helyzete. Én azt gondolom, hogy a Covid éveiben, emlékeztek, még volt kiárási tilalom, másfél méter távolság, nem tudom mi volt még, nagyon sok minden az emberek úgy, úgy kizökkentek a komfortzónából, és ez a film akkor robbant be, 2021 decemberében mutatták be, aztán átvette a Netflix is, olyankor érkezett a köztudatba, amikor erre szükség volt. Ennek az egész világnak az abszurditását, abnormalitását bemutatni. Mitől spirituális, ez a mi lelki világunk, az enyém, a tiétek, a miénk. Ilyen az ember. Említettem, hogy alapvetően a klímaváltozással és a környezetrombolással kapcsolatos ideák vezettek oda, hogy ezt a filmet egyáltalán elképzelték és rendezni kezdték, pont jött a Covid. És itt vannak a katasztrófa filmek, valahol mindig borzongunk, rettegünk, valamitől kapunk rendesen, Horror filmeket, az ócska, a zombis, meg nem tudom milyen filmeken kívül, világvégét, földrengést, óriás vulkán kitörést, aszteroidából, jócskán meg van pakolva Hollywood. Érdemes elgondolkodni azon, hogy mit hozna elő egy valós katasztrófa helyzet a Földön. Hát elve katasztrófa, ami zajlik. Egy, egy, egy ilyen rövidlátó rombolása jelenlegi civilizáció igénye szerint, nyugati típusú civilizáció igénye szerint a távlatoknak. Tehát ez így nem megy tovább. Szaporodunk, de tényleg, mint a nyula. Mindjárt 9 milliárdan leszünk, nem tudom, hány milliárdan vagyunk, sokan, túl sokan, hogy ezt mondjam. És próbáljuk ezt az egészet úgy elképzelni, hogy minden rendben van, és, és felemelhető, böcsületes munkával, tudjátok, böcsületes munkával odáig, hogy a utolsó pór is kiáll a kunyhója el, és azt mondja, hogy jaj, de jó, nekem is van egy 200 négyzetméteres lakásom, mint Amerikában a, a többségnek, és három kocsi van a családnak, és fogyasszunk bátran, mert miért ne? A végtelenség növelhető. Ez nem igaz. Én, én nem vagyok egy meggyőződéses zöld ember. mindenhez kapcsolódik valami, ami, ami olyan gyanús vagy sévi de azt gondolom, hogy felelőtlen a jelenlegi létforma, az emberiség létforma, nem hiszem, hogy ezt nagyon magyarázni kell. És én nem attól rettegek legjobban távlatilag, valószínűleg én már nem leszek, amiket össze a rendszerek, hogy eltalál minket egy aszteroid, hát legalább az hamar megy. Ha már egy csillagászattal kezdtünk, mondanám nektek, hogy van egy-két izgalom az univerzumban időnként például óriás csillagok összezúlannak, majd durrannak egy nagyot, úgy hívják őket, hogy szupernova, kilöknek egy csomó ritka fémet, meg nehéz atomokat, meg egyebeket, és a közelükben, veszélyes közelségükben lenni, az nem azt jelenti, hogy tudom én, pár millió kilométerre vannak, mint mondjuk a Vénusz, vagy a Mars, vagy pár tízmillióra, hanem a galaxisunkon belül, olyan fényérni távolságban, ahol egy akkora sugárzás pofont kapnánk, hogy észre se vennénk. Én ezt a eutanáziához hasonlítanám, euh, spontán eutanázia. Fénysebességgel kapnának el minket a gamma sugarak egyebek, abban a pillanatban megszűnne a, a élet a Földön, és hogyha elég közel van a szupernova maga a Föld is. Nem is ezek az igazán szenvedésteli dolgok, és nem ezek azok a dolgok, amik, amiket változtathatunk, hanem a lassú világvége, a struc politikánk eljutni a visszafordíthatatlanig. És ehhez kellenek olyan lelkiértékek, kellenek olyan idealizmusok, amik nem a hű de jó emberek vagyunk című szektársághoz vezetnek, mint egy-két eldurvult vallási irányzat, mi szerint majd a rosszakra ott jönnek a Isten büntetések, szodomára, gomorrára, meg jön az özönvíz, és csak a jók maradnak. Nem. Valami, valami jóval mélyebben, jóval közösebben átérzett, szeretettebb, emberi lét, önzetlenebb, tehát ez a film nagyon komoly húrokat penget az én véleményem szerint. És most már mondanám nektek, hogy kérdezzetek bátran, második fél időben vagyunk, és, és gondolkodjatok például azon, hogy minek volt ez a szatirája? Hát eleve a, a, a vadkapitalizmusnak, ami nem ismer más értéket, mint a pénzt. Összefonodva a politikával, egy, egy olyan szintre jutva, ami az embertelenséghez és a hazugságok kibogozhatatlan hálóihoz vezet, pusztán a hatalom és a pénz igényeinek megfelelően. Jó, tudom, mindig ilyen volt az ember. Tehát azért nem az első Burháború, hát a egyiptom, meg a rómaiak, meg ugyanez volt a mozgatórugó, csak nem voltunk ennyire ön és közveszélyesek. Mit váltanak ki egy, 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 nagy katasztrófa? Mondjuk a Szent -Mond Helen, egy óriás vulkán Amerikában, Yellowstone Parkban. Hát tudjátok, ha az durranna egy nagyot, azt megérezné minden földrész. Összefogást vajon, emberséget, valami altruizmust a többi népből. Segítgetünk persze földrengésekkor is egymások mi országok de közben zajlik a háború Ukrajna és Oroszország között valahol mindig, mi, mi kéne ahhoz, hogy felrázom minket, és mit jelent a felrázás? Tehát alkalmas, mint egy ilyen ö, kozmikus fenyeget és egyáltalán nem biztos, hogy egy összefogáshoz vezetne. Vezethet pánikhoz, tömeghisztériához, ami a legrosszabbat hozza ki az emberből, az agresszív csordaszellemet utolsó pillanatban képesek lennék összekapni, és egymásra mutogatni, és ki ki a másikat sátánoznál. Tehát azt gondolom, hogy egyenként tudjuk valahogy feloldani ezt a helyzetet. Jó, könnyű ezt mondani. Nem élek a pusztában, nem eszek vadmézet és sáskát, vagy egy 22 éves autó, hogy nem használok gyakorlatilag városi forgalomra, biciklizni, beérni a kevesebbel, kidobni a szelektívet, majd nézni, hogy kire szavazzak, és köszönöm, nem Én azt gondolom, hogy embernek maradni. Tehát ez a legtöbb, amit, amit ajánlhatunk magunknak és egymásnak. Az a bizonyos utolsó vacsora egy olyan szép zárókép volt. Egy, egy tömény idealizmus, higgyétek el, ők is visítottak volna, és a félelemtől elájultak volna de ott van valami, ami, ami mint a Fábri Féle ötödik pecsétben felszabadít a legnagyobb nyomorban, a legnagyobb lelki harapófogóban is emberséget a lélekből. Tehát én ezt, ezt érzem ebbe a filmbe, és figyelmeztetést, és, és, és tudjátok, a szatíra, a tragikomédia, mert az a műfaj annak a filmnek, az egy picit felnyitja a szemünket. Egy picit, egy picit. Nézzétek, én egyre nem látok kérdéseket. <laughs> Technikailag nekem most itt másképp működnek a berendezések, mint szokott. Lehet, hogy ez valami 50. adáshoz járó paranormális effektus, lehet, hogy nem. Én úgy látom, hogy még nincs kérdés. És lehet, hogy izgalmasabb olyan dolgokról beszélni, hogy milyen a túlvilág és hogy, hogy vannak-e ufók, és hogy hogy lehet fejleszteni a telepátiát, vagy esetleg elérni a testen kívüli élményt. Ez a műsor jobbára ilyen kérdésekkel is foglalkozik, de én azt gondolom, hogy a spiritualitásnak az igazi mélysége az, az ilyen kérdéseket kell, hogy érintse, vagy ilyen kérdéseket is kell érintsen maga a művészet, ami nagyon sok eddig játszott filmnek egy, egy, egy kifejezett terénye volt, egy, egy áldás, egy felszabadítás, művészet minden formában létező, tényleg isteni kegyelem. De ez a film a maga nyersességében, ugye most te ne Nenész fel című amerikai filmről beszélünk, mindesetre felrázó. Reménytelennek tűnik, látjátok, de ez végletekig lett tolva. Konkrétan addig, hogy megsemmisült a Föld. Térjünk vissza akkor egy, egy kicsit olyan kérdéskörre, ami részemről is egy, -egy, -egy kérdés, magára erre a sorozatra, a képre, ami anomáliákat mutat, tudjátok, régi mozis értelemben ez akkor fordult elő, a vetítőgép a moziban nem volt beélesítve, és szellemképes volt, vagy az régi ilyen katócsöves tévékben. Ennek a műsornak kettős jelentést ad ez a cím. Szellem, kötőjel, kép. Valóban a szellemnek a képe, amit azonosíthatunk, hogy egy ilyen, ilyen túlvilág épülő szellem elképzeléssel is, hogy megjelenik a láthatatlan. De azonosítatunk azzal is, hogy az emberi szellemnek a képe határokat ö, áttörve és perspektívákat, új perspektívákat nyitva. Meggyőződésem, hogy ez a sorozat akár még egy évadot megír. Olyan filmekhez kapunk tippeket és, és linkeket, amiket részben ismerek és elismerek részben pedig számomra is úgy lesz, nyilvánvalóan mindig megnézem ezeket. Tehát most hadd forduljak úgy hozzátok, hogy sikerült elijeszteni itt a teljes nézőgárdát ezekkel az apokaliptikus képekkel, hogy írjátok le, akár most egy-két javaslatban, nem tételese, hogy hányba kirendeztek egyemek, hogy mik azok a témák, amik igazából megérintettek eddig titeket, vagy amit, amit szeretnétek ebben a sorozatban látni. Mondom majd, megvan a következő film, nem fogytunk ki az ötletekből. Csak szeretném azt, hogyha ennek a műsornak megmaradna a mélysége, az intellektuális színvonala, beleértve a filmeket is, és ugyanakkor az a színessége, és az a, az a tényleg spirituális, ha úgy tetszik, akkor tessék, ezoterikus világa ami miatt ezt azért elég sokan nézitek. Na, Éva, megjött az első üzenet, eljött a te időd, Éva mindig nagyon szépen és komolyan kommentálja filmeket, csak sokszor nem jut szóhoz a sereg kérdezőtől, na most pillanatnyilag abszolút szóhoz jutsz, úgyhogy engedjétek meg, hogy akkor az első kérdést, hozzászólást elolvassam Évától. Sziasztok! Saját nézőpontom, élményem írom nektek. Kicsit a pszichológia szemszögéből is. Szerintem ez a film szembe megy akata a filmek legfőbb tanulságával, mi szerint az emberiség a bajban hajlamos leginkább, a bajban hajlamos leginkább az összefogása és a hősiességre. <kül> Itt viszont, mintha csak lenyomata lenne korunk valóságának a filmvonulata melyben a megoldások helyett sokkal hajlamosabb vagyunk a fenyegetés elbagatelizálására, vagy tagadására. A mai emberek többsége, bocsi, érzelmi analfabéta. És az a lehangoló, hogy körben mindent megtanítottak nekünk a testről, Kína mezőgazdaságáról és a pi most kell nekem lapozni itt vagy hogy az ördögbe, és mindjárt mondom a mondat másik felén, hívják, de egyetlen szót sem a lélekről. szédítő nem tudunk semmit sem magunkról, sem másokról. Mennyit mondogatják itt is, ott is, hogy a gyereket együttérzése, megértése, összefogása, egyenlősége. Mit tudom én, mire kell nevelni. Most ez a divat. De senkinek nem jutott még eszébe, hogy először nekünk kell megtanulnunk valamit magunkról és a saját érzéseinkről a saját félelmünkről, magányunkról és dühünkről. Itt állunk kiszolgáltatva. Tudatlanul tele rossz lelkiismeretes, összetört ambíciókkal. Hogy fog az ember vala is megérteni másokat, a magáról nem tud semmit. Először mindenképpen önmagunkat mentsük meg, és gyújtsunk magunkban fényt, hogy köré ülhessenek embertársaink. Megjegyzem a film némely eleme teljes paradoxon, mégpedig a formán, hogy a rohanó világunkban egyszer nincs idő a kihalásra. A szükséges tudás és technológia rendelkezésünkre áll, de vajon képesek leszünk félretenni a hülyeségeinket? A film tanulsága számúra egyértelmű. Egy színházban történt, hogy tűzütött ki a kulisszák mögött. Kijött a móka mester, hogy ezt a publikummal közölje. Tréfának tartották, és tapsolni kezdtek, a mokamester megismételt, az emberek még jobban hahatáztak. Azt hiszem, a világ is így fog elpusztulni. Magukat okosnak képzelt emberek nagy hahotája közepette, akik azt fogják hinni, hogy mindez csak vicc. Szeressük egymást. Minden én a vízilovakkal vagyok. Éva, nagyon szépeket írsz, meg kell dicsérjelek újra nyilvánosan. Egy húron pendülünk, persze, elfogult vagyok ugyanazt gondolom, hogy az ilyen tömegkatasztrófa gondolatok gondolkodtassanak, gondolkodtassanak, el minket a saját katasztrófánkról. És azt is, hogy ezek virtuális felszorzások. Most képzeljétek el azt, hogy meghal egy ember. Hát mindenki meghal. Nem olyan nagy etfasz a hírekbe sem. Ha már mondjuk egy, egy buszkatasztrófa van, meghal húsz ember, az már egy hír. Hát, hogy a vonatkatasztrófa 200 az már csak egy Boeing 247-es múlhatja felül, vagy egy tengerjáró az Estónia katasztrófájával, pusztán azért, mert egyszerre egy helyen halnak meg, mert egyszerre se számít. Naponta 3500 ember meghal az utakon, a világ útjain átlagosan. Nem tudom naponta hány ember hal, meg ezért azért az amazért. Öreg, beteg, rákos, balesete volt, Egy tudom én, öngyilkos lett, nagyon sok. És mégsem érezzük ezt a katasztrófa helyzetet. Egy nagyon csúnya példa, Stálin mondta, hogy e, így is kezelt a hadseregét, száz ember halál a tragédia, egy millió ember halál a statisztika. Ha belegondolunk, tényleg nem a számokban kell gondolkodni. Fájdalom és a szenvedés az emberi lét vele járója, hanem hogy hogy lehetne ezt csökkenteni. Nem is elsősorban a halálokat, vannak kikerülhetetlen szenvedések. Ilyen a halál. Hanem azt, hogy hogy tudnánk egy kicsit tényleg emberibben élni ezen a földön. És erre világít rá ez a film. Nem vesszük komolyan a problémákat. Tudjátok, milyen nem? A kapuőreink miatt, a félelmek miatt, a kényelem miatt és az önámítás miatt. Nincs semmi baj, nem süllyedünk. Ó, de bó, semmi gond, jön egy üstökös, ne vessünk, biztos vicc. Takadjuk le, vesszünk össze rajta, Istenem. És tudjátok, mit mondok? Ilyen az ember, hogy pontos legyen. Ilyenek vagyunk mi emberek. Ez mindenkiben benne van nem tanultság kérdés, ez csak még tragikusabb, amikor egy magasan művelt ember mellékesen meg tényleg érzelmi halott, nem agy halott, hanem hiányzik a lényeg belőle egy, egy bölcs paraszt ember, többet ér emberként. De fogadjuk el magunkat, hogy ilyenek vagyunk. És meg tudjuk határozni az elfogadás, a kénytelen elfogadás, alkalmas, mint a beletörődés szintjét, és észreveszünk, hogy azon belül mit tehetünk. Eddig mindenki meghalt a tudtommal a történelemben, tényleg. Szóval ez eddig teljesen biztosnak tűnik. De hogy hogyan élünk, és hogy, hogy mit tudunk feladni a félelmünkből, félelmeinkből, mit tudunk korlátozni a kényelmünkből, és hogy tudjuk levetközni az önállításunkat és szembenézni a realitással, azért az rajtunk múlik. És ebben a filmben ugyanez volt. Érdekszférák, a hatalom és a pénz egybefonódása. Hihetetlen kábítószer, hihetetlen. Mióta él az ember, benne van a hatalmi vágy. Hát minden politikában, minden történelmi korszakban egymást nyírták, uralkodóházak, politikai vezetések, egyebek, amiben önmagában a hatalmi vágy is elégséges, persze megtámogatva pénzzel, hogy működjön ez a típusú, általában burkolt leplezett, sőt, jó indulatnak eladott agresszió. És már hát megint látjátok, feszült a hangom, és, 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 majdnem dühös. Pedig nem dühösnek kéne lenni. Megtalálni valamit, ami, ami élhető magunkban. Lépni, tenni, de ne daraboljuk fel, mint hogy fel akarta darabolni, ugye ez bizonyos nagy fiú az Isservel, well, aki ugye finanszírozta ezeket a cuccokat, ne daraboljuk fel jóra és rossza az emberiséget. A családunkba se, a szomszédunkba se, a politikai pártunkba se, mindenütt emberek vannak, és ezt kéne figyelembe venni ahhoz, hogy, hogy megéljük azt, ami, ami lehetséges, és igenis egyébként a baromi nehéz kiszolgáltatott helyzeteknek van egy-egy olyan lehetősége is, ahol a, a, lélek felparázslik és kiviláglik. Na, közben jött egy-két hozzászólás, úgyhogy mindenek előtt ezt olvassam el. Aztán még egy-két gondolatot hozzáfűzök. Melékesen beindult itt a levelezés, Zsuzsa azt írja, Nekem a kiszolgáltatottság érzését keltette a film. Azt szeretném, ha az ilyen felhívó filmek valamilyen megoldást kínálnának az egész emberiség, nem... emberiségnek, nem csak az egyéni embernek. Hát nézd, Zsuzsa, én is szeretném, hogy ne szeretném, de ez valószínűleg nem így megy. Szepes Mária néni, akit sors tényleg nagy patrónusomként, tanítóként, utamba hozott, és köszönöm még egyszer iskolánk alapító fővédnöke, és korai könyveimnek is, és a féle lelki rektora volt. Azt mondta, hogy csak egyéni megváltás van, nincs tömeg megváltás. Ha úgy tekintjük, hogy az élet egy iskola, amiben újra és újra és újra születünk, azt láthatjuk, hogy vannak frissen érkezettek, bölcsisek, óvodások, kisiskolások, középiskolások, végzősök. Egy, egy olyan helyszín, ahol a lélek egy bújócska játékot játszik önmaga elő a leszületéssel, és végtelen sok jó-rossz tapasztaláson keresztül hazatalál, visszatalál. Ezért tartottam olyan fontosnak azt az idillikus képet, azt az utolsó vacsorát, ami a filmből utoljára idézve lett. Nem, nem tudom ígérni, és nem, nem Tudom komolyan gondolni, hogy, hogy azt lehet mondani, hogy gyerekek mindenképp megváltódunk. Nem, ez egy ilyen hely. Nem rossz, ilyen, hát szenvedést elított, elgondolkodtató, kétségekkel teli ez a földi lét. Krisztina írja, szép estét minden érző lénynek. Na, ezt honnan tanultad, csak nem én mondtam. Én azt gondolom, hogy ugyanígy a családom körében nyugodtan, szeretetben képzelném el az utolsó perceimet mindannyian elmegyünk egyszer, ez biztos, de legalább, nem hosszú szenvedés ellen, hanem összetartozó szeretetben, ráadásul újtam szerint a szelleme nem hal meg, közösen lépnénk át. Én ezt egy nagyon vigasztaló gondolatnak érzem. Tudjátok, hogy amikor egy repülő zuhanni kezd, vagy voltak ezek a terrortámadások a amerikai 911 utolsó dolog legépelni a családnak, meg a, a Várunknak, hogy szeretlek. Ezek akkora dolgok, tudjátok? Hihetetlen nagyok. Következő János, Simon. Kívül tapasztaljuk a háborgást. Segíthet ez visszafókuszálni a magunkra? Lehetek én fontos magamnak? Segíthet, hogy nem. Ott legbelül csend van minnyájunkban, és béke, tudjátok, meg ide érdemes for, fordulni a túl nagy a háborgás. Azt mondják, a tornádókban és a hurikánokban, hogy süvöltenek, kocsikat dobálnak, házakat tépnek szét, a közepén csend van és moccanatlanság a vihar szemében. Ez egy nagyon szép spirituális jelkép is lehet. Erzsébet írja, a politika részéről folyik sajnos a félelemkeltés, és nem minden az, aminek látszik. Nem hiszek az összeesküvés elméletekbe, de az egész covid őrület és oroszukra háború utána ö, mint Xing kezdődött. Etnikai, ideológiai és vallási alapon kényszerítettek embereket koncentrációs táborokba, tárcsikat, kirgisz falun, gong, újgarokat, kazárokat. Innen nyomattuk az e-maileket egy falun, gongzegész fiú, fiú miatt, bocsánat, aki kiütött az amerikai nagykövetségre, követségre nagy adják ez oroszoknak, Ejha. és ez még mindig folytatódik, és nem mindenki ilyen szerencsés, megy a szervkereskedelem, hál' Istennek van, aki segít, hogy ezt tudja meg Nyugat-Európa is. Sajnos ilyen dolgok is vannak, amiről nem nagyon tud semmi. Kedves Erzsébet, a félelemkeltésnek rengeteg eszköz van, ez tény, de ott éget a tűz, ahol van mit égetnie. Tehát a félelemtől és a gyűlölettől, a gyűlölködéstől ez a belső csend és ez a belső béke védhet meg minket. Mindig ilyen volt a világ. Szomorúan jelentem, hogy minden évszázadban megvoltak a népírtások, a kínzások, minden megvolt. De ezt az egészet egyben lehet elfogadni, és meg felállni, hogy mi a legtöbb, amit tehetünk. Még egy levél, sok spirituális irányzat is azt mondja, hogy a világban minden rendben van. Ha mi magunk rendben vagyunk, na nézzük azt, ne nézzük azt, amit azt mert lehúz, mi erről a véleményed. Véleményetek, na most látom, hogy mit összepanaszkodtam nektek, hogy senki nem ír kérdés, most megint ott tartunk, hogy négy perc a hátra műsorból, de csak az 50. adásról van szó, és szerintem eljutottunk egy nagyon komoly tanulságig, emberi tanulságig ezzel a filmmel, amit ez a film sugal. Hogy befelé induljunk el, miatt elindulsz megváltani a világot, járt körül háromszor a házad, tartja egy kínai mondás. Nézhetjük azt, amiről az, de ne ítéljük de fura, nem mondhatjuk a rosszra, hogy rossz. Olyan, amilyen szenvedést okoz, fölösleges szenvedést. Tegyünk ellene, ahol tudunk, de nem minősüljünk át a, a gonoszszal való háborúskodás ellenfelévé. Mert sajnos hajlamosak vagyunk mindent projektálni. Egy párkapcsolatban, egy szülő-gyerek viszonyban, egy munkahelyi, szociális rendszerben társadalomban, a politikában, a mindenben, az egész világon, az univerzumban. Valahol azt hiszem, hogy erre tanít ez a film Egy utolsó képet szeretnénk mutatni, a nyolcas számú számút, és ha gondoljátok, végig mehetünk még jövő alkalommal az 51. adásban. Ha valakinek elmaradt kérdés lenne, mondanám, hogy mi lesz jövő héten a film, pár rövid hírt, és folytatjuk. 50. út adás után indul majd a többi. Nyolc számú képen Jessica Lange-t látjuk, egy 1979-ben készült amerikai filmben. Nagyon szép idillikus kép, konkrétan a halált játsza benne. Roy Scheider alakítja egy amerikai jazz tánc tanár figuráját, Mr. Gideonét, akin keresztül egy nagyon érdekes képet ismerhetünk meg a halálról, a haldoklásról, lényegekről, halálhoz vezető útról, musical, képzeljétek, nem úgy, hogy énekelnek a szereplők, hanem tele van ilyen jazz musicalekkel, hiszen jazz musical rendező, ami főszereplőnk, és őt várja az út végén Jessica Lang, aki a békés halál. Higgyétek el, tanulságos film, az a cím, hogy Mint halálig zene, All the Jazz. Ezt a filmet, ha tudjátok, nézzétek meg, jövő hétig, Erről fogok beszélni, én ezt a filmet egyáltalán nem tartom lehangolónak. Meggyőződésem, így az 50. adás egyik zárszavaként, hogy ezek az igazi tanulságok, megtalálni a békét az út vége felé. Három hírem van, az egyik, hogy tessék az út végén a békem, könyvecskémet, mint egy rossz kofa a piacon a krumplit, lengetem állandóan, pedig ez nem krumpli, életem egyik legszebb műve, szint bád utolsó utazása. <kül> és hihetetlen sok köze van ahhoz is, amiről ma szó volt, a megbékélésről. Az egész valóságunk újra rendezéséről. Ezt a könyvet most fejeztem be 24 év után, és megrendelhető, megtiszteltek vele minden szempontból, ha rendeltek belőle. Következő hír nincs olyan messze, augusztus 31-én, Csütörtökön Lár András barátommal új részét tartjuk a Paranormális című előadássorozatnak még pedig Teremtettség vagy Evolúció címmel Darwintól Istenig szokott módon nagyon is komolyan és nagyon is terülsen. Itt személyesen is részt tudtok venni, nézzétek meg a honlapon pontos koordinátákat, programot és online módon is. És az utolsó bejelentése mára, Pszi modul képzési év online zajlik nálunk, ami azt jelenti, hogy nincs is olyan nagy különbség, hogy mikor kezditek. Visszanézhetőek, nagyon tartalmas hétvégékről van szó. Kilenc hétvégéről. Azok a részek is, amikben esetleg nem kapcsolódtatok bele. Javaslom mindenki figyelmébe, bármikor nézhető módon. És most pedig elbúcsúzom tőletek, ez is megtörtént, lezajlott az 50. adás. Szellemkép című sorozatban minden rendszeres nézőnek, minden új nézőnek nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, és azt is, hogy sokan kezdetektől velem tartotok ebben a sorozatban. Egy hét múlva szerdán 19.30-tól a Mindhalálik Zene címmel folytatjuk. Minden jó, szép nyár végét addig is nektek! Sziasztok!